Most van 14. Most idén lesz? 15. 2014 van, és szeptemberben született. Hát 34 és 2014 között mennyi van pontosan kereken? 2014. Uh-huh. Hát valaki, ne hozzatok szégyenbe minket, tanítókat. Na, 34-14. Pedig a nagyobbakra szerintok nem az elsősökre, Lukács. Igen, nem is a 14. Napalkó? 20. Nem. Gondolj bele, figyelj, tízesével számoljunk, csak 34-be született. 44, 54, 64, 74, 84, 94, 4, 14. Akkor hány éves? 80 éves lesz. Igen. Most szeptember. Szeptember 27-én. Az Andris bácsi. És akkor csinálhassuk? Még azt tessék megmondani, hogy ez milyen vesző. Ez fagyal. Fagyal. Ki az, igen, aki ismeri a fagyal? Ez azért jobb, mint a vörösgyűrű, mert ennek szalja van, és ugye, hogy mondjam, rugalmasabb, mint a vörösgyűrű. Uh-huh. Mert az olyan, mondjuk, hogy a cser, meg az akarc. A csernek ugye nincs szalja, az hama törik. Az akarc ugye, meg szalja van, ez ugyanaz. Tehát ez fagyalból. Igen, fagyalból van, igen. És ezt egyformára kell tenni, amennyire lehet, csak egyformára tenni. És ezt mikor, igen, tetszik szedni, ezt a fagyalveszőket? Mikor szoktad szedni? Mikor a levél ledobja, megsípi a dél, uh-huh, és ugye a levél lehull, akkor ugye könnyebb, mert látom azt, hogy van neki ez a bozótja. Igen. Mert annál minél több van ez a bozót neki, annál jobb. Ez, uh-huh, ez a mit van. Mert ha nagyon sima, akkor ezt kaparja a földet. Minél több a bozótja ennek, ilyen nagyon bozótos, annál jobb. Annál jobb. Szirokból a papa. Így persze, többet kell egyszerre betenni, mert akkor lóg nagyon, hogyha kevés van benne. Vagy annyit lehetne, amennyi csak belefér. Ide ezt behelyezzük, körülbelül ilyen 4 ujjnyi távolsága, mennyi lehet ez? 7 centi körülbelül, hát mit tudom én, körülbelül. Egy olyan. Körülbelül. És ezt akkor ezt így körbe-körbe rakjuk. Körbe-körbe rakjuk. Lehet egy helyre is. Így csináljuk. Lassátok? Mert akkor följebb emelem, nekem mindegy. Azra az oldalra menjetek, hogy lásson minden. Igen, lehet. Jó, Ádámka, innen jól látod? Innen. Aki nem látja innen jól, az onnan, igen, szemből lehet, jól fog, igen, látni. Igen. Igen, így kell körbe-körbe rakni, igen. Andris bácsi, kitől tetszett tanulni ezt a söprőkészítést? Hát a szüleimtől. Szüleitől. Apjától? Vagy anyjától? Hát anyám, nem, a nők nem szoktak csinálni. Na, direkt akkor olyanok szoktak csinálni nőkbe, akinek a férje a fronton volt 14-ben, vagy 44-ben, vagy mit tudom mikor. Rávitte a nőt a kényszer, mondjuk, de ahol férfi volt, az általában csak férfi csinálta. Nő az ritkán csinálja. Férfi csinálja de jobban. Ez férfi munka, és melyik évszakhoz köthető? Nyáron csinálta ilyet? Nyáron, hát a levél rajta van nagyon akkor nehéz. Akkor nem lehet. Nehéz. Meg akkor a parasztember se ér rá, igaz? Akkor meg nem ér rá, igen. Megmondom, csak akkor jó, hogy mikor a levél lehult, lássa ezt a bojtokot rajta. Igen, tehát melyik évszakhoz köthető ez a munka? Tél inkább. Hát tél, igen. Késő őszi, mikor a dél megsérítja a levél, ugye levelet, akkor lehull a farvú is, hát tudjuk, igaz? Jó farvú is, meg a többire is. Igen, most nincs rajta, majd be is. Alice, ha nem szavar ez. Kati néni, én volt mamánál, csak rontolanítottunk. És nem. Kidobtátok? Hát azt nem tudom pontosan. Már lehet, hogy nem volt jó, igaz? A Bandi Balsa ma a 80. ott lakos. 80. éves, ma az eléggé szép, ugye? Igen, Isten tartsa meg egészségbe. Még tűrhető, de ma azért. És látjátok, a Bandi bácsi fölvett egy szép munkás ruhát a tiszteletünkre, egy szép tisztát, és ugye a férfiak ezt a munkát hétköznapi ruhába, dolgozós ruhába igen, csinálják. Csak igen, csak nem nyakkendővel, nem, akkor nem akarózik dolgozni, hát a munkahelyen nyakkendő van. De most jött ide hozzánk az iskolába, hozzátok, és megtisztelt benneteket azzal, hogy vett tiszta munkás ruhát magára. Jól látom? Lassátok? Tiszta magának abát, igaz? Valamennyi. Mert az ilyen munkát mindig munkásruhába végzi az igen, ember. Igen. Másmilyen ruhát vesz fel dolgozni, másmilyenbe megy be a városba, vagy az orvoshoz, és másba megy a templomba. Apa is mindig munkásruhában van, mert mindig dolgozik.
Figyelitek? Biztos, hát biztos vagyok benne. Akkor meg fogja ott tanulni. És otthon mennyire kellett ezeket előkészíteni? Tehát mi az, amit otthon tetszett csinálni ezekkel a veszőkkel? Látom, le van így nyesegetve, vagy ezt már régebben csinálta, vagy ma? Ezt, vagy tehát, hogy ilyen szép méretre van már vágva, összevágva. Nem, ezt mercióval vágtam, hogy ide készítettem. Mert most egy zsebkéssel szoktam én kimenni az évbe. Még mercióval is lehet menni. Hát ki mivel megy? Hát én zsebkéssel csináltam, csak elvágtam, hát végig, hogy egyforma legyen. Tehát ugye ezt látjátok, hogy ugye fontos, hogy azért ezek nagyjából egyforma hosszú. Igen, meg itt is egyformára kell tenni, amennyire lehet. Veszőcskék legyenek, igen. És ugye azért fontos, azért jó ez a fagyal, mert ilyen kis elágazik. Van sok apró kis elágazása, ágacskája. Igen, ilyen sok apró van neki, ilyen sok. Minél több van, annál jobb. Jobban a levelet meg a piszkot összeszedje, hogy tudod van ez. Minél sűrűbb itt ez a rész, annál jobb. És ugye ez udvarsöprű, nem bentre való a házba, hanem az udvartalan. Ez csak udvarra való, a házba az nem, lakásba nem jó. Na, akkor most legalább látni fogod, hogy hogyan készül. Jegyezd meg, hogy fagyal. Van ilyen nektek is? Ki csinálta? Beleteszem ezt. Ki csinálta? És ezt miért tetszett külön rakni az elején? Hát ez nincs megpucolva, mondjuk ezt aha. Le kell szedni róla, mert nyáron ugye megszárad, akkor hamar kijön a nyíl. Minél, ugye, ez tisztalva, csak hagytam, az alját, ugye? Persze, ezt le kell szedni, mondjuk. Nekünk ilyen nincsen, de a szomszédban ez nagyon jó, mert akkor így látják a gyerekek. Na, Lukács, megteszed, hogy ezt megteszedegeted le? Te nagy fiú vagy. Jó, szedegethetsz le belőle, itt az aljáról csak. Jó, te is, Sári, csinálhatsz, egyről leszedheted. Én is tehetem. Csak az aljáról, hát nincs több. Gyere, Pali, tessék! Ne szedd le! Egyforma arra tesszük, amennyire no, lehet, ezért hoztam ezt a vitleget. De különben még ennek van egy titka, hogyha nagyon ritka, még csak ezt nem lehet erőtetni, mert ez mi van. Ez vasbó, ennek vasbó kell lenni ennek a karikának, mert ez gyenge. Ha nagyon erőtetem, széjjel szakad és ez széjjel hullik. Itt szoktam megveregetni, hogy több férjen bele. Így kell megveregetni. Betehessük azt is, még az belefér. Mennyi ha nem kellett meg. Kell. De lehet fémogatni különben. Letisztítottam. Mert ez ritka, ugye hamar kiesik a nyél belőle. Kiesik a nyél, csak ha ez erőtetem, ez műanyag, ugye. Ez. És azt miből tetszett szedni azt a műanyagot? Ilyen cső, persze. Szomszéd adta cső, van neki ilyen cső, és akkor ezt elbaogta be. És a vaskarikája már nincs meg? Nincs. Hát, hogy amit csináltam söprőket abban az vaskarikával, van ugye ezt akkor. Hát mondom, ez megmutatni, hát megmutatni jó, nem? Ja, igen, tehát azért otthon maga vassal csinálja. Hát ha lehet, akkor ha csak van annyi, akkor vassal. Mert és ugye, honnan szerez vasat, vaskarikát? Hát voltam a majorban is, például vannak ezek. Ez 5 centi a belvilág, hát 5-ösnek kell lenni ennek. Uh-huh. Ez untig elég ilyen söprő, mert másik a megszakad. 5-ös a belvilág, 5 centi, 5 centi, ezt tanuljak most szolostokat? Igen, hát a centiméter tanulják. Centiméter, az igen, nem szolostok, a centiméter, igen. Az egy centi körülbelül, amit, igen, hát igen. Igen. Na, és akkor 5 cm az átmérője. Úgy mondta az András igen. Bácsi, hogy belvilága. 5 cm. Azt adod a szívem, még azt hagyd tegye bele, jó? Ez kell nekem, ezt keresem. És ezt még betehetem azt is, igen, betehetem. És ezt minek hívja ezt a szerszámot? Ezt nem ismerem, ez apósom volt ilyen 1000 mester, hogy azt a milyen szerszám, ezt ma én sem tudom. Uh-huh. Csak megláttam, hogy ütni jó vele. Uh-huh. Apósom volt ez olyan 1000 mester, és az ugye hát mit tudom én, az megcsinált ajtót, ablakot, lovaskocsit, boroshordót, az ilyen, hát nem tanulta különben, csak amit a saját eszít, ahogy a kényszer ráhitte, mert arva gyerek volt, ráhitte a kényszer, pénzt kellett neki. És akkor másoknak is csinált a falu? Igen, de koporsót is csinálta, koporsókot is csinált, igen. Akkor nem úgy volt, mint most olyan fajn, de a csepegető alatt, mert föl van szögelve, leszaggatta a paraszt, azt a szúférgeset, ezt akkor elvitték, azt akkor bekente valamivel, fekete valamivel, bekente, az nem ilyen cifra, mint most, hogy mit tudom, ilyen szélítis cifra ott raknak, meg ez meg az. Ezt betesszük középre, amennyire lehet. Hát körülbelül itt a közepe, körülbelül. Körülbelül itt a között. Ezt is lehet, nekünk ilyen van. Ezzel is lehet, ezzel lehet ütni is, itt kell ütni, itt a végét kell ütni ennek.
itt kell ütni, csak az az, hogy itt rugalmas, nem kapaszkodik. Ez mi ez, erősöd? Az bírja. És ez, én így szoktam betonhoz odaállni. Így. Így, így. És ez a nyíl, ez milyen fa? Ez azt hiszem vörös gyűrű. Som? De ez a legjobb. A somot mondja maga vörös gyűrűnek? Az a az piros. Az piros, ez még szürke. Uh-huh. A vörös gyűrű, a van az emetében vörös gyűrű, tehát az piros, ez még szürke, ez uh-huh. fagya. Ennek szarja van, és azért jobb ez, hogyha ez úgy van megcsinálva. És a fagyalt honnan tetszik szedni? Mit? Honnan szokta a fagyalt szedni? A fagyalveszőket. Ki, mert temetőben van. Temetőben van. Hát onnan jött én, mikor látom. Igen, mikor látom az ablakból. Ne félj, nyugodtan lehetsz, nem a lábad rövidebb. Így be lehet ütni. Csak nagyon erőszakon nem akarom, mert ugye, hogy mondjam, ez elszakad. Mert ugye ez nem vas, ez nem vas. Ezt meg összekök. Mi fog? Még foghat? Az egész nyugodtan egy lehet. Nem a kor. Én ezt el szoktam vágni, a bicskával vágom vasfűrészsel, hogy egyforma legyen. Nagyon nehéz ezt eltanulni a közepét, azért, mert ugye a vesző ezt félrevezet. Mert ugye ez nem úgy van, hogy ki tudja, milyen fainó ez belakva. Hát ahogy azt a vesővel üti, ez körülbelül ez itt van egyforra rövidebb. Ja, söpörjében. És minden évben szokott csinálni Andris bácsi? Hát, ha szükségem van rá, akkor szoktam. És elagásra is csinálj? Végig, csak nincs madzagom. Hozzak madzagot? Várjunk. Van nekem itt. Ez kata? Igen. Jó. Farkas is az jó. Lehet erre. Itt jó nagy. Mert ez elhajlik. Ugye még, hogyha ez össze van kötve, így tömöred, és akkor azt ez nem hajlik el a vesző. Ha mondjuk ez el is veszik róla, mikor már össze van ületedve, akkor már jó. De addig még friss, szana széjjel van. De hogyha mikor friss. De hogyha ez összeülepszik, akkor jó. Melyik is volt ötöd? Egy ilyen szepet. Hát kicsit nehéz az neked, csak. Pedig csak ötös akarik. Négy, ez nem, nincs is ötös. Igen. Mondjuk, a vaskarikával jobban meg lehet szorítani, mert ez műanyag, ez huncut munka. Gondolj. Nem fülhet, ha le akarod tisztani. Ez inkább járdott. Ma jártam úgy, hogy akkor visszakoltam ilyen műanyagba, úgy szépen csak, mint a bomb. Igen. Újból kellett vele dolgozni. Igen. Na jó, de meg jobban a közepét el kell találni neki. És az nem mitől függ, hogy az embernek hogy sikerül eltalálnia a közepét? Hát nehéz eltalálni, nehéz eltalálni. Uh-huh. Én is azt mondtam, hogy eltalálni a közepét. Ment az már nekem félre is, nem is ettől. Uh-huh. Mert hogy nagyon nehéz eltalálni. Mert a vesző... Azokat ne vegyétek el! Elvezeti. Mert ugye nincs úgy, mint valami gyalolás, vagy mint a boroshordó, hogy így szépen így össze van. De mit kell tudni, mit nem tudok, hogy mit tetszik vörös gyűrűnek hívni? Melyik a somot? Aminek van ilyen bogyós termése? Nincs annak bogyója. Akkor nem tudom, hogy melyik az. Ilyennek van bogyója. Uh-huh. A fagyalja. Olyannak van egy más típusú, annak van bogyója. Tudom én, mire gondolok. Az is jó, az egy kicsit gyengébb minden. Aha. Annak van fekete bogyója, egész. Kicsi mondjuk kicsi. Apa, ha a szirokból szokott, nekik ott van egy csomó szirokos asszok. Nem is valahol mondjuk rá. Igen, nem olyan nehéz megcsinálni. Nem olyan nehéz. Na, a gyerekek már próbálgatják. Hát csináljak. Rajvék, én is egy kicsit hát csináljak. Készült vagy fücsülő? Nem vagyok egy ilyen darabot, mondjuk ez. 22 centi, vagy mondjuk legyen ez 20 centi, tévlen. Ez 20 centi. Itt kivágok. Marci, egész tűnik. Szükség van ez a falra? Nem. Az a honnan A vékonyabb vége jó magának, jó. Vagy ez a vastag kell? Megmutatom. Jó, akkor a vékonyabb végéből. És olyan hangja lesz? Mindjárt meglátod. Levagok egy 20 centiset, de nem ilyen vékonyat, mint az. Attól vékonyabbat lehet. Ennyire itt megvágom. Így, és így. És így. Este. Így kérem szépen megvágom, körülbelül ennyire. Körülbelül. Gyertek! Körülbelül ennyire. Ezt leveszem.
csak ugye még nem vizes a fa, még nem engedi el. Még nem vizes a fa. Még alszik a fa. Még alszik? Még alszik a fa, igen. Nem vizes. És körülbelül mennyi idő múlva lesz vizes? Egy-két hét? Vagy mennyi idő? Azt majd, hát ez bevizesedik be. Ez, ami itt van, ez ki van vágva, ennyire leszoktam vágni. Ezt akkor így fölteszem ide a lábam. Megveregetem, megveregetem mindenütt, megveregetem, ezt hiába veregetem külön, mert csak megmutatom nektek. Megveregetem, még volt fogam, addig betettem a számba, és megcsavartam, ez a felső rész, ez megmozdul. Ez szépen kijön. Le lehetett húzni. Ezt le lehetett húzni. Ami itt van, ez a kis darab. Itt egészen szépen ezt elvágom, de ezt fűszfalt nem, csak ami benne van, azt az elvágom. Annak a tetejét megmutatom. De ezt hogy vágja el? Ezt kinyomom, ezt belőle. Ja, kinyomja belőle, ezt a belsejét nyomja. Csak ezt ki. Nem lehet. Ez külön jön, ez külön jön lefelé belőle. Uh-huh. Ezt megnyomom, ez kijön, de ez nem jön ki. Akkor ezt itt levágom. Én nem vágom most le, de mindegy, úgyse jó, levágom. Ennek a tetejének, ennek a kis darabnak, ami itt van, ennek a tetejét levágom egy kicsit, visszatolom ide, és akkor ezt begyukom, itt a kezemet ráteszem erre, mert ez üres. Uh-huh. Ráteszem a kezemet, vagy pedig visszateszem ezt ide erre, akkor meg lehet fúgni. És akkor szól. Rendesen szól, de fütyül. Igen, fűszfasít. Akkor ez nem fog neked fúgni. A papám tudja csinálni. Kinek tud a papája csinálni? Nekem. Tényleg? Nagyon jó. Csinált már neked? Katalin, nekem a papám a gyengyel kosarakat csinál.